magyar református szeretetszolgálat jelmondata, hogy jobb adni, és egy picit úgy elhasználódik ez a mindennapok során. Így vannak az e-mail címeink, jobbadni.hu a honlapunk, és hát valójában ilyenkor érezzük meg azt, hogy miről is, miért is ez a jelmondatunk, hogy jobbadni. Én nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, hogy láthattam ezeket a gyermekeket, és hogy láthatom őket felnőni, mert most már harmadik éve járok ide, és aki eddig karonülő volt, az most már a saját lábán jár, aki a saját lábán járt, az már most már futkározik, és az énekkarban is énekel, és így tovább. Nagyon hálás vagyok ezért, hálás vagyok Istennek, hogy lehetőségeket, kapukat nyit számunkra, és azokat a kapukat mi megnyitva tovább tudjuk adni azokat az adományokat, amiket kapunk. Hálás vagyok a szüleimnek is, hogy szociális érzékenységet, ha lehet így fogalmazni, ültetett belém a családomnak, feleségemnek, hogy nélkülöz napokon keresztül, miközben nekem hasonlókorú gyermekeim, három kisfiam vár otthon. Úgyhogy igazság szerint tényleg nagyon, nagyon hálával teli most a szívem, hogy ezt a két napot itt tölthetjük. Amivel ide konkrétan érkeztünk, azok különböző olyan adományok, amiket vagy a lányok, vagy az itt dolgozó kollégák tudnak hasznosítani. Természetesen, mint mindig, most is hoztunk tartós élelmiszert, hiszen az a konyhán 71 gyerek ellátásához nagyon nagy segítség. Ami most újdonság és nagy öröm a lányok számára az, hogy bicikliket hoztunk, amiket elsősorban a főiskoláskorú lányok fognak használni, hasznosítani. És hát így augusztus végén, szeptember elején egy nagyon fontos adomány tud lenni, és hála Istennek rengeteg támogatónk adományozott tanszereket, hogy rengeteg tanszert, iskolatáskát tudtunk hozni a lányoknak, és sok új és használt ruhát, cipőket, ha jól tudom, minden lánynak legalábbis darabra tudtunk hozni egy-egy pár cipőt, illetve akkumulátort az itt élő kerekesszékes kislány számára, és egyéb kis kedvességeket, higiéniai termékeket, kis üdítőt, cukormentes üdítőt, nem biztos, hogy az íze kedvéért fogják szeretni, de ez egy egészségtudatos döntés volt a részünkről, hogy ne cukrozott italokkal kedveskedjünk a lányoknak.